Rögtön az első videó között szeretném a szerintem legfontosabb videót megcsinálni vagy megmutatni. Ez konkrétan a késekről, meg a vágásról, meg a késhasználatról szólna. Igazán a konyhában a legfontosabb eszköz ugye egy jó minőségű konyhakés, amivel normálisan lehet dolgozni. Erre a szakács vagy séf kés nevezetű kést ajánlom, ami úgy néz ki, ugye, hogy a nyelén túllóg a penge, hogy amikor megfogod, akkor elférjen a keze. Ezekkel a késekkel lehet normálisan dolgozni. Ugye egy átlag háztartásban többféle ilyen jellegű kés lehet találni, tehát kinek milyen méret az, ami a kezére áll, az a, tehát szabadon lehet választani. Viszont ezzel kapcsolatban van egy rossz hírem, így nagyjából így ezeket így meg lehet fogni, ki lehet dobni, ugyanis semmi értelme ezeket a késeket megvenni. Egyetlen egy darab kést kell egy átlag embernek élete folyamán megvenni. Mérettől függően, ami, tehát ez a késforma, ami a úgynevezett szakácskés, mérettől függően, ami az ő kezének megfelel, kell venni egy darab kovácsolt vas, acélból készült, kemény, edzett kést. Ezekkel egyetlen egy rossz hírem van, ez olyan 20-30 ezer forint között kerül, közötti összegbe kerül. Viszont én ezt 15 éve vettem, szakácsként használom 15 éve, háromszor volt köszörűsnél, és tökéletesen működik, valószínűleg ezzel fognak eltemetni. Tehát ha megnézzük egy átlag háztartásnak a késes fiókját, mi a háziasszonyok össze-vissza vásárolnak mindent, amit épp meglátnak meg ilyen különböző ajánlatokból, hogy ez hú de szuper, meg hú de jó. Valójában az ilyen hengerelt kések, amik egy lemezből kivágják, megélezik, rátesznek egy nyeret, az egy-két hét alatt kimegy az éle, és onnantól kezdve megint van egy használhatatlan eszköz a fiókba. Egyszer kell erre pénzt költeni, de akkor utána élete végéig nagyjából megvan az eszköz. Én tulajdonképpen csak ezzel a késsel dolgozom a konyhán, és ha már késő, akkor egy kicsit ejtsünk szót arról, hogy a szakácsok miért tudnak olyan gyorsan darabolni, meg gyorsan vágni az átlag ez az emberhez képest. Azért, mert nekünk megtanították azt a nagyon pici trükköt, hogy hogy kell megfogni a kést, meg az árut, amit épp darabolok. Most ezt egy pár hagymán megmutatnám nektek, hogy is néz egy ki. Annyi a trükk, hogy amikor az ember megfogja a kést, ugye itt van a nyele, én azért nagyobb méretű kést úgy szoktam megfogni, hogy ráfogok így a pengére, ugyanis így sokkal stabilabban tudom tartani, nem fordul ki könnyen a kezemből, sokkal kevésbé tudom elvágni magamat, és ami a lényeg, darabolás tekintetében, hogy amikor megfogjuk az árut, a legtöbb háziasszony meg ember ugye így vagdosan fogja, így áll az ujja, és próbálja minél jobban vágni az árut. Ez valójában úgy kell kinézni, amikor megfogod az árut, fogod, és így előre tolod az ujjadat. Tehát az új perceket behajlítva kell megfogni, bármit is darabolunk legyen az. És azért kell ez a szakácskés, ugye? Mert a szakácskésnek a pengéjét hozzá kell támasztani ide az új percetekhez, és egy picit ki kell fordítani, most elnagyolom, picit ki kell fordítani a pengét. Ezzel a technikával eléritek azt, hogy akárhogy vágjatok, egyszerűen nem tudjátok elvágni az ujjatokat, mert a penge nem kerül mondjuk ehhez képest nem kerül az ujjatoknak a közelébe, mert ugye itt az oldalával eltartjátok a kés. És mondjuk a hagymát azt úgy szoktam vágni, egy picit itt a gyökérrészt azt egybehagyjuk, és akkor szépen most mutatom lassan, ugye a ujjadnak támasztva elhúzza szépen, így elkezded ugye így végig vagdosni a hagymát, és ha ez megvan, akkor ugye keresztbe fogjuk, és akkor ugyanúgy lehet ezt is két módon, hogy eleinte még lent hagyod a pengét, hogy amíg kialakul az, hogy ez a magabiztosság meglegyen, hogy vágod a késsel úgy, hogy ne vágd el a kezedet, addig lehet úgy, de aztán a későbbiekben már lehet. A hagymának a gyöki részét én nem szoktam beletenni, mert az ilyen kesernyi, és azt mindig kidobom. De későbbiekben, amikor már jobban megy, ugye, akkor ezt lehet akár sok. Vágjuk. Ezzel a technikával egészen biztosan, hogyha már begyakoroltátok, meg megismerjétek, nem fogjátok elvágni a kezeteket. És akkor itt van a másik kis trükköcske, ami szakmailag viszonylag fontos, hogy ne daraboljátok szét a kezeteket. Hogyha ezt még finomabbra akarjátok vágni, vagy mondjuk petrezselymet vágtok, vagy zellerzöldet, vagy bármilyen zöldfűszert aprítani akartok, akkor ugyanezt még át lehet vágni, na most ezt egy ilyen, nem ilyen pengelyű késsel, nagyon nehéz utána még így darabolni.
ilyen típusú darabolásnál, ami nagyon fontos, hogy sose így tegyétek a kezeteket a késre, mert előfordul, hogy elbambultok, behajlik az ujjatok a penge alá, és simán levágod az új pegyedet, meg elvágod a érzedet, hanem mindig új hegyel itt a nyelet, és így új hegyel fogva, szépen fogod, és így darabolod az árut, amit épp akarsz, és ezzel a technikával, amíg eleinte nem megy, hogy egyből finomra vágjunk bármit, olyan finomságúra lehet az anyagot darabolni, amilyenre csak szeretnéd. Jó? Jöhetsz vissza? Tehát nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, hogy ami a fontos, amikor valaki azt mondja, hogy na most akkor majd elkezd főzni, a leges-leges, hogy beszerezzem, ha lehetséges, egy darab jó minőségű acélkést, ennek élete végéig megmarad az élet. Mondom, háromszor volt eddig köszörűsnél, annyi, hogy mondjuk egy acéllal a sorját le lehet róla szedni néha, de ezzel nem tudod megélezni a kést, ezzel csak a kis mikrosérüléseket le tudod húzni a pengének a széléről, de nem az acéllal fedjük a pénzt, az egy profi köszörűshez el kell vinni, és az fogja szépen megélezni, de egy acélkésnél ezt kb. 5 évente kell egy átlag háztartásban megcsinálni. Hát most így hirtelen ennyi jutott eszembe, amit így a kés használatról meg a késről el akartam mondani. További szép napot nektek, jó főzést, könnyű kajákat, szevasztok!